Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Kedves testvérem, október 5-e hétfő van. Szent Faustina szűz emléknapja, 1905. augusztus 25-én született, és 1938. október 5-én hunyt el. Lengyelországi Glogovicében született, 1925. augusztus 1-en felvételt kért az irgalmas szűz nővérek zárdába, ahol a Faustina nevet kapta. Jézus rábízta irgalmasságának örömhírét, fölszólította, hogy hirdesse és terjessze minden embernek szóló isteni irgalmasság kinyilatkoztatását, szintén kérje azt az irgalmat mindenki számára. Faustina nővér 33 évesen halt meg, Szent Másik János pápa 1993. április 18-án boldoggá, 7 évvel később, 2000. április 30-án szentté avatta. A mai napon az evangélium Szent Lukács könyvének a fejezete, a 10. fejezet 25. mondatától a 37-ig. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd Urat Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felváltod pedig, mint saját magadat. Jézus azt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került, ezek kifosztották, véresre verték és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Utána egy levita jött arra, és ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánosnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte. Majd pedig hirtelen felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendég fogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt. Odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Visel gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve, megadom neked. Mit gondolsz-e 3 közül, ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Kedves testvérem, jól ismert része a Szentírásnak a most hallott idézet. Egy törvénytudó odalép Jézushoz, hogy próbára tegye. Érdekes, amikor Jézusról van szó, hallunk arról, hogy farizeusok, írástudók, a nép vezető emberi próbára teszik, keresik az alkalmat, hogy belekössenek. Igazán nem az igazság érdekli őket, sokkal inkább, hogy valamiképpen a törvény betőibe belegabajodjon Jézus, és rá tudjanak mutatni, hogy ő hamis proféta. Elnyerjem az örök életet. Érdekes a kérdés feltevése mögött, igazán ott van, hogy foglalkoztatta őket is. És valóban ebben a helyzetben, ha úgy veszük, ha őszintén kérdezzük, teljesen jogosan ott van, hogy tényleg mit kell tennem. Szeretet parancsát tarts meg. A kettős parancsal válaszol, akkor, amikor kiemeli ezt a 2 törvényt, és az embertársi szeretethez kapcsolja hozzá. Helyesen feleltél. A törvényben igazán ott van a válasz, és érződik, hogy maga a törvénytől is rácsodálkozik, hogy Jézus ennyire mondhatnám, szaván fogja. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. De hát ki az én fele barátom? Jézus, amikor tanít, akkor nagyon közel hozza az emberek számára a tanítást, és akkor, amikor törvénybetűről van szó, egy törvénytudó ember számára ezek nagyon, mondhatnám, kézenfekvőek. De hát ki az én fele barátom? Mintha nem gondolkodott volna el ezen. És Jézus ezek után mondja el az irgalmas szamaritános történetét. Ki az én fele barátom?
A történetben az, hogy az ember Jeruzsálemből lemegy Jerikóba, igazából a történetben, hogy ugye mindenkinek legalább évente egyszer föl kellett menni Jeruzsálembe, hogy bemutassák a kötelező áldozatot, nem feltétlenül tudjuk, de valószínűleg erről van szó, és akkor, amikor valójában elmennek mellette a pap és a levita, ők is, mondhatnám, Jeruzsálemből elfelé mennek, az áldozat helyétől. Mondhatnám, éppen hitben, reményben, szeretetben, mint elöljárók, éppen elvégeztük dolgokat, és Isten szeretetében mennek. Elment mellette. Mire hív az Isten, mire tanít? Nagyon megdöbbentő a történet, és nagyon elgondolkodtató, mert hát valójában ott van, hogy ez a két ember, hát ők elöljáróként példák kéne, hogy mutassanak. És akkor hogy is vagyunk ebből az egésszel? Persze oda kell tenni mellé a vértiszteletét, és igazán az, hogyha vérrel érintkezik az ember, akkor tisztátalanná válik. Megvan annak a veszélye, hogy egy félholtra vert embert, hogyha ő maga ottan elkezd foglalkozni, ő maga is véressé válik, és valamiképpen tisztátalanná. A dolgok közepette igazán olyanfajta érzéketlenség van. Mire hív minket a hitünk? Mire hív minket a mi vallásunk? És elgondolkodtató ez a, mondhatnám, formális gyakorlás. Ehhez képest ott a szamaritános megesett rajta a szíve. Mikor volt legutóbb, hogy valakinek kapcsán megesett a mi szívünk? Volt olyan pillanat, hogy unokámmal, gyermekemmel, hozzátartozóval kapcsolatban el tudtam ezt mondani? Nagyon sokszor egy kicsit olyan távol tartjuk a szívünket a külvilágtól, óvjuk magunkat, nehogy bármiképp belebornyolódjunk a történésben. Megesett rajta a szíve. Olyan érdekes a szó, amikor megesett, ugye, hogyha egy nőről mondták, megesett, ugye babája születik abban az esetben. Ebben megesett a szíve, azért ott van az, hogy a szíve, mondhatnám, megtermékenyül, valamiképpen éretté válik a szeretetre. Engedi, hogy a szeretet megérintse. Engedi, hogy megsebződjék benne. Közösséget vállalva a megsebzettel. Oda ment hozzá olyat bort öntött sebeire. Gyönyörű kép, amelyben ott van tényleg, ami adható, azt ő oda teszi, adja. Bekötözte, teheroldó állatá rakta. Erőfeszítést teszek-e én igazán a másik ember ügyért? Erőfeszítést teszek-e azért az ember, aki rászoruló? És ezek nagyon komolyan égető kérdések, mert ugye azt mondja a Szentírás, hogy csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, akkor mennyivel vagyunk többek, mint a hitetlen emberek? Gondoskodott róla. Mire tanít? Mindenképp arra, hogy a szívünket engedjük, hogy megejtse a másik szenvedése. Valamiképpen megsebződjék a másik problémájával, nehézsége, fájtalmával, sebzettségével. Engedjem közel magamhoz a másik baját. És milyen érdekes a történet, mert ott azért teljesen visel gondját, ha többet kell visszatér, megadom neked. Ez a túlcsorduló mértékkel adom azt, amit adok. Itt valahol az atya szeretete van mögötte, és érezzük, hogy milyen jó is lenne ennyire túlcsorduló mértékkel szeretni. Milyen jó, amikor minket szeretnek így. Akkor, amikor éppen betegek voltunk, akkor, amikor éppen fájdalmaink voltak, és tudom ezt megélni másikkal kapcsolatban. Ehhez képest a törvénytudó. Jézus, amikor fölteszi ugye a kérdés, hogy mit gondolsz e három közül, nem mondja ki azt, hogy a szamaritánusok azok a zsidók, akik kiszakadva a zsidóságba, pogányokkal érintkeztek, ők aztán tényleg tisztáltan, távol vannak tőlük, nem is mondja ki, hogy szamaritánus, hanem csak azt mondja, aki irgalmasságot cselekedett vele. A történetben az Isten pont arra akar, mondhatnám, érzékenyíteni minket, hogy merjük magunkhoz engedni másik problémáját. Adjon Isten, hogy tevéken szeretettel és fordulunk egymás felé. Adjon Isten, nap után megújult szívvel Isten országát munkáljuk egymásba. Adjon Isten, megújult szívvel szeretve egymást, egykor Isten szent színe látásában együtt örvendezhessünk. Krisztus, ami urunk által. Amen.